Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Április 14-e van, Tibor és Gusztáv névnapja. Műsorunk elején érkeznek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Újabb feszültség a Közel-Keleten, Irán drón és rakétatámadást indított Izrael ellen. Korzika határvajdaságban elsőért imádkoznak a gazdák. Berobbant a turista szezon Palicson, sokan töltötték a tóparton a vasárnapjukat. Több mint 1000 táncos mérte össze tudását a 31. Euro Showdance Fesztiválon Magyar Kanizsán. Pattanásig feszült a helyzet a Közel-Keleten. Irán drón és rakétatámadást indított Izrael ellen. Az iráni állami médiában intézett közlemény szerint a támadás válasz arra a légicsapásra, amelyet Izrael hajtott végre Irán damaszkuszi konzulátusa ellen április elején. Az éjjel a támadás miatt Izrael, Irak, Libanon és Jordánia is lezárta légterét, amely csak egészen a ma reggeli órákban oldottak fel. Nagy felfordulást okozott nem csak a Közel-Keleten, hanem az egész világon Izrael korábbi támadása, amelyet Irán damaszkuszi nagykövetsége ellen hajtottak végre. Az április 1-én végbevitt akció során legalább 8 ember veszítette életét, köztük Mohamed Reza Zahedi, vezérezredes, az iráni forradalmi gárda parancsnoka, és több iráni tábornak is főtiszt is, tette közzé az iráni állami média alapján a BBC. A támadás egy már megszállt területről, a Golán fennsík irányából érkezett. Bár a szíriai légvédelem sikeresen megsemmisítette az F-35-ös harci gépek által kilőtt rakéták egy részét, a védelmi rendszeren viszont több rakéta is átjutott és becsapódott a konzulátus épületébe, közölte a szíriai védelmi minisztérium. A támadást követően több száz iráni tüntetett a volt izraeli nagykövetség épületénél Teheránban, bosszút követelve. Irán pedig ezt követően teljes katonai készültséget hirdetett és megkezdték a válaszcsapás megtervezését. Irán támadására április 13-áig kellett várni. Az iráni forradalmi gárda szombaton éjszaka bejelentette, hogy drónok és rakéták tucatjait indította izraeli célpontok ellen. Daniel Hagari, az izraeli hadsereg szóvivőjének közleménye szerint legalább 300 rakétát és drónt indítottak, nem csak Irán, hanem Irak és Jemen területéről is. Az izraeli légvédelemnek, valamint az izraeli, amerikai és brit vadászrepülőknek sikerült a támadó eszközök nagy részét semlegesíteniük, mielőtt beléptek volna Izrael légterébe. A beszámolók szerint azonban több rakéta és drón is elérte a célpontját, ami a Negev sivatagban található légibázisok voltak. Ezeket több találat is érte. Irán a kilövést követően bejelentette, hogy az ügyet lezártnak tekintik. Ez az ügy lezártnak tekinthető. Ha viszont az izraeli rezsim egy újabb hibát követel, Irán válasza sokkal súlyosabb lesz, írta az iráni ENSZ képviselet. Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök pedig az X közösségi felületen ezt írta, elfogtuk, megállítottuk, együtt győzni fogunk. Világszerte elítélik Irán Izrael elleni katonai akcióját. A támadásra az Európai Unió és a világ más országainak politikusai is reagáltak. A legfrissebb hírek szerint Izrael szankciók bevezetését tervezi Irán ellen. Joe Biden, amerikai elnök, miután megvitatta a közel-keleti eseményeket a Nemzetbiztonsági Tanács tagjaival, kijelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok segített Izraelnek semlegesíteni szinte az összes drónt és rakétát, amelyet, mint mondja, egy Izrael elleni példátlan támadás során lőttek ki. Biden hozzátette, hogy ő és más nyugati vezetők egységes diplomáciai választ fognak koordinálni az iráni támadásra, jelezve, hogy katonai választ jelenleg nincs szóban. Kijelentette továbbá, hogy az Amerikai Egyesült Államok nem fog segíteni semmilyen Irán elleni izraeli ellentámadásban. Európában is nagy visszhangja volt az esetnek. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elítéli Irán Izrael elleni légitámadását. Határozottan elítélem Irán Izrael elleni kirívó és indokolatlan támadását, és felszólítom Teheránt és képviselőit, hogy azonnal hagyják abba ezeket az akciókat, mondta von der Leyen. Hozzátette, most minden szereplőnek tartózkodnia kell a további eszkalációtól, és azon kell dolgozni, hogy helyreállítsák a stabilitást a régióban. Stéphane Séjourné, francia külügyminiszter szerint Teherán új határt lépett át a destabilizáció tevékenységeiben. Franciaország szolidaritásáról biztosította Izraelt. Moszkva is aggodalmának adott hangot. Oroszország arra szólított fel, hogy a két fél közötti konfliktust diplomáciai úton kell megoldani. Alekszandr Vucic, szerb államfő is reagált az Izrael elleni támadásra.
szerinte hosszú távon nem lesz megnyugvás. Что с последней ситуацией тыч ожидаем смирения, но тренутно долгосрочного смирения нет. Alekszandár Nikolić, Szerbia bersővai tiszteletbeli konzulja elmondta, hogy az Izraelben élő szerb állampolgárok között nem történt sérülés. Embereink higgadtságról és fegyelmezettségről tettek tanúbizonyságot. Időben megszervezték a menedékhelyeket, ellátást, így az éjszaka ilyen értelemben biztonságban telt el, mondta a konzul. Szijjártó Péter, magyar külgazdasági és külügyminiszter is reagált a történtekre. A politikus Facebook oldalán tett rendkívüli bejelentést. Magyarország határozottan elítéli az Izrael ellen indított támadást. Kiállunk Izrael mellett ebben az esetben is. Nekünk ebben a konfliktusban természetesen a legfontosabb feladatunk az, hogy a magyar emberek biztonságáról gondoskodjunk. Orbán Viktor is elítélte a támadást. A magyar miniszterelnök az X-en így fogalmaz. Elítéljük az Izrael elleni tegnap esti támadást, és imádkozunk az izraeli nép biztonságáért. Hazai hírekkel folytatjuk. A szerbiai katonai rendőrség Kobra nevű különleges egységének adományozott katonai zászlót Alekszandár Vučić. A szerb államfő a belgrádi Vászár Csarapítyka szárnyában szólt az alakulat tagjaihoz. Elmondta, hogy elnöki határozattal döntött arról, hogy lobogót kapjon a Kobra. Felszólította az alakulat tagjait, hogy a zászló nem kerülhet az ellenség kezébe, ugyanakkor elmondta, hogy meggyőződése, hogy ez nem is fog megtörténni. Az államfő elismerte a védelmi szektorban dolgozók munkáját. Verem, de sa svojim profesionalizmom, radom, hrabrošću, ljubavlju prema otadžbini to zaslužili i vojnici žive za dan da dobiju svoju zastavu. Mi imamo jednu izuzetnu jedinicu, izuzetne ljude i na njih računamo i računat ćemo u budućnosti. Porzik a határvajdaságban, egyre súlyosabb az aszály. A kevés csapadékot és a hirtelen felmelegedést már az ősszel elvetett gabona is megsínlette. A nedvességhiány pedig a kukorica és a napraforgó vetését is hátráltatja. Az aszály következményei szembetűnőbbek a gyengébb minőségű bánáti földeken. Annak ellenére, hogy most van a napraforgó és a kukorica optimális vetési ideje, mégis szinte üres a muzsjai határ. A gazdák a jövő hétre bejelentett esőre várnak, nehogy a nagy szárazság miatt kárba vesszen az időnap előtt elszórt vetőmag. Mióta ismerem a rétet, meg mióta lejárunk dolgozni, ez már jó pár éve van biztosan, tehát ilyen szárazság nem volt még. Tehát mi a gond itten? Tehát az őszi vetemények, az olajrepce, a zárpa, a buza, aki vetett herét is, a ősze, tehát ezek a növényeknek a vegetáció lefogos lerövidült több mint egy hónapja, tehát ez azt jelenti, hogy már biztosan bírjuk mondani, hogy itten tökéletes termést nem lesz. Az őszi árpa is csak első pillantásra látszik jónak, a növényzet alja ugyanis sárgul, és már az is kérdéses, hogy hoz-e majd magot. Vártuk a csapadékot, de ide nincsen, hiába dobtuk rá a levétrágyát is, lemérgeztük a szóval gazellen minden, de itt mutatja saját magát, hogy nem lesz esély, termésünk nincsen. Itt a termés, ha lesz holdonként, 5 méter nagyon jó lesz, ha lesz 5 méterünk. Ha nem lesz esélyünk, bírjuk szabadon lekaszálni és bepésülni jószágoknak. A réten évről évre kevesebb jószágot látni. A silány legelők és a drága takarmány miatt nyilván tovább csökken majd az állattartók száma. 20 éve már birkát tartok, ilyen szárazságra még nem emlékszek. De legelő nincsen, fő van sűve minden, hogy mi lesz tovább nem tudjuk. A muzsjai rét 10 000 hektárnyi megművelhető területén első osztályú föld nincs. A legjobb esetben a harmadik vagy a negyedik osztályba sorolható. Mindig is nehéz volt itt megélni a földből. Reménykedünk, hogy ránk néz a Jóisten, és valamit csinál, hogy ebből a helyzetből valahogy kilábaljunk, mert itt már csak a egyedüli támasz ő lesz itt, mert ha esőt nem kapunk, akkor tényleg, hogy a rosszabbnál is rosszabb vár ránk őszre, mikor kell elszámolni, amit fölvettünk
vetianyagot, műtrágyát. A muzsjai réten nincsenek öntözőrendszerek. A gazdák szerint ugyanis a jelenlegi gazdálkodási feltételek közepette kockázatos volna beruházni a gyenge minőségű földek öntözőrendszerébe. Berobbant a turista szezon Palicson. A nyárias időjárásnak köszönhetően a tó körüli sétányon, a vendéglátóhelyek teraszain és a fagylaltozók környékén is sokan voltak a délutáni órákban. Palicsra nem csak Szerbiából, hanem Magyarországról is érkeztek látogatók a hétvégén. Király Erika és családja már nem először járt a településen. Amikor voltunk először, akkor csak sétáltunk egyet körbe. Most a kisunokámmal bicikliztünk, most meg elmentek hajókázni. Nagyon tetszik, nagyon szép a környezet, csodálatos minden. Úgyhogy nagyon szívesen jövünk vissza máskor is. Rózsa Mária rég járt már Palicson, most örömmel látogatott el ismét a tópartra. Minden oké, úgy minden megfelel, nagyon-nagyon. Csak amit hiányolok, hogy a Palicson nem lehet fürdeni, gondolom már. De nagyon tetszik minden. Az állatkertbe voltunk egy kicsit, ebédeltünk, és úgy szórakoztunk egy kicsit, nagyon jól érezzük magunkat. Az árusoknak is jól jött a nyárias időjárás, ugyanis a szép időben sokkal több a vásárló is. A fagyi árusoknál 100 dinárért kaphatunk egy gombóc fagyit. Itt árulom a fagyit minden nyáron. Elég sok szép számba jönnek a turisták, és érdemes ide kinézni, van többfajta étterem. A kürtős kalács sem hiányozhat a palicsi sétányról. A különböző ízű édesség között mindenki találhat kedvére valót. Nagyon sok sétáló van, de mivel most jött a szebb idő, inkább olyan délután 4-5 órától veszik a kürtős kalácsot. Addig a fagylalt megy. Jól döntöttek azok, akik a hétvégén kilátogattak Palicsra, hiszen igazi kiránduló idő volt. Aki csak teheti, még használja ki ezt a pár nap jó időt, ugyanis jövő hét közepétől érkezik a lehűlés térségünkbe. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó második felében. Jakubcsek Gabriella tartott könyvbemutatót Topolyán. A vajdasági aranypáva díjas Pendergő tambora zenekar adott koncertet Adán. Most pedig egy élő kapcsolással folytatjuk. Ma tartják a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszó 28. találkozójának ünnepélyes díjkiosztó gála műsorát Nagy Kikindán. A helyszínen van Husnyák Andrea kolléganünk, őt kapcsoljuk most. Szia Andrea, mit tudhatunk a részletekről? Szia, üdvözlöm a nézőket! Hát elsősorban el kell mondani, hogy a nyári idő szolgálja a fesztivált. Itt a zsűri elmondása szerint, és az itteni házigazdák elmondása szerint egész héten igazi erős fesztivál hangulat volt. Most meg a mai napon természetesen mindenki izgul, hiszen a díjkiosztás, az értékelés következik. Itt igazából két fődíj van, ami nagyon fontos. Az egyik a legjobb hagyományos előadás díja, a Bach Róbert díj, a másik díj pedig az innovatív, az új előadás díja, ezen kívül pedig lesz női és férfi főszereplő díj, tehát ezek az igazi vaskos díjak, és még természetesen egyéb más díj is, amiről mi a holnapi híradóban beszámolunk, az egész fesztivál hangulatról és az előadásokról pedig majd a közelképben is. Husnyák Andreának köszönjük szépen! Hogyan élhetnek teljes életet a 40 éve felüli hölgyek? Milyen nehézségekkel kell megküzdeniük a változókor és a társadalmi előítéletek közepette? Egyebek mellett ezekkel a kérdésekkel foglalkozik Jakubcsek Gabriella, magyar újságíró műsorvezető, a Napos B oldal című könyvében, amelyet a Topolyai Színházteremben mutatott be. Zsúfolásig megtelt a Topolyai Színházterem, Jakubcsek Gabriella könyvbemutatójára egy nap alatt beteltek a helyek. Topolya község önkormányzata jóvoltából ingyenes volt a belépő. A Mindennapi Hősnőink című rendezvénysorozat folytatásaként szervezte meg a VMS Női Fórum a Topolya község művelődési házával karöltve a közönség találkozót. Ez egy nagyon jó rendezvénysorozat volt, nagyon tetszett mindenkinek, nagyon sokáig emlegettük ezt a rendezvénysorozatot. És valójában ez adta az ötletet, hogy olyan jó lenne egy igazán sikeres, egy igazán ismert, hát talán egy médiasztár hölgyel, és ugyanezt a beszélgetést megejteni.
A Napos B oldal című könyvében Jakubcsek Gabriella személyes tapasztalatait osztja meg a változókorról és a fiatalság talán mégsem annyira fájó elmúlásáról. 10 témakörben szakemberek segítségével járja körbe a témát. Úgy éreztem, hogy meg kell írni azt, hogy valójában a nők többsége 40 fölött miféle küzdelmekkel kell, hogy éljen nap mint nap. A küzdelmek részben biológiai küzdelmek, részben pszichológiai küzdelmek, részben a társadalmunk rendkívüli módon, mondjuk úgy, hogy félreállítja a nőket, és ez nem feminista duma, hanem egész egyszerűen bizonyítják a számok, hogy 40 fölött egy nő a munkaerőpiacon, vagy akár egy családban mennyi mindennel kell, hogy megküzdjön. Az előadáson a nézőknek is lehetőségük volt feltenni kérdéseiket Jakubcsek Gabriellának, aki elárulta azt is, hogy előjegyzési listába került a Napos B oldal folytatása, ami a boldogság keresésről fog szólni. A 39. Szó és Épszói népzenei vetélkedőt tartották meg a Törökbecsei Művelődési Házban. A gyermeki és ifjúsági vetélkedőre összesen 730 fellépő érkezett 32 településről és 50 intézményből. Összesen 135 műsorszámot követhetett végig a zsűri több kategóriában. 39 énekszólista és 2-ös, 45 énekegyüttes, 27 kisegyüttes és 24 hangszeres szólista és 2-ös mutatkozott be a versenyen. Gulyás Anna Mária a Moholy Róna tambora zenekarban Nagybőgőn játszik. A csapattal moholy dalcsokrokat készítettek a versenyre. Igazából én 8 évet primtamburáztam, és egy ilyen hirtelen ötlet jött annak, hogy már nagyon sokáig nem volt bőgősünk, ott a 8 év alatt nem volt nagy bőgősünk, és nem találtunk senkit, és hát ugye én voltam ott a legidősebb, és mondom, jó leszek én is. Nagyon hirtelen jött így egy másodperces reakcióval, de úgy döntöttem, hogy igen, és nem bántam meg. Azóta tamburázok is, és nagy bőgőzök is egyaránt. Csasznyi Imre másodszor vett részt a versenyben felkészítő tanárként. Idén a Magyar Kanizsai Tisza Néptánc Egyesület Súlyom tambora zenekarát segítette, akik sárközi dallamokkal léptek színpadra. Aki ide bejön és benne van, az tényleg egy családra talál. Nem akarok ilyen nagy szavakat használni, de tényleg ezt tudom mondani. Itt is folyamatosan, ahogy találkozunk a csoportokkal, nem vetélytársak és versenyzők vagyunk, hanem egymást bátorítjuk, egymástól tanulunk folyamatosan. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog. Meg jó látni azt, hogy én úgy érzem, hogy az utóbbi években egy kicsit eltávolodtunk a hagyományoktól, és most ezek a gyerekek újra kezdik ezt érezni. A zsűritagok a színpadi megjelenést, a hangszer és énekhang tisztaságát, valamint a tájegységek és dalok választását is figyelembe vették a pontozáskor. Nagyon örülök, hogy az idén is látok fejlődést, így az 23 szám, ami eddig lement, határozottan mutatja, hogy nagyon jó felé halad az együttesek munkája, illetve az oktatók jó irányba terelik a gyerekek nevelését, a zenei nevelését. A rendezvényt a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, valamint a Vajdasági Rádió és Televízió szervezi. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk erre a rendezvényre, hiszen kezdettől fogva szinte elenyésző volt az a műsorszám, ami nem ide való. Tehát itt tiszta forrásból merített népdalokat várunk, és ezt is hozzák a fölkészítők, akik valamikor maguk is részt vettek, most meg már jönnek fölkészítőként, úgyhogy megvan ez a folyamatosság, és hát remélem, hogy még hosszú ideig meg is lesz. Minden kategóriában kiosztásra kerültek a bronz, ezüst és arany oklevelek. A vajdasági aranypávadíjas Pendergő tambora zenekar adott koncertet Adán szombat este. A rendezvény iránt nagy volt az érdeklődés. A Pendergő tambora zenekar 2015. szeptemberében alakult a Szegedi Tudományegyetemen tanuló bácskai tamburásokból. Bár a zenekar összetétele már átalakult, a fiatal zenészek sikere töretlen. Az eredeti tagok közül én voltam, Csonka Balázs és Csubik Oszkár.
de a többiekkel is már muzsikáltunk együtt, csak ők akkor még másik zenekarokban, más felállásokban zenéltek, és akkor gondoltuk, hogy mi lenne, hogyha összehoznák ezt a zenekart, és azóta két lemezt is kiadtunk, számos koncerten, versenyen részt vettünk. A koncerten főként Vajdaságban és Bácskában gyűjtött dalok csendültek fel. Tehát ma este a vajdasági tiszamenti és a bácskai dunamenti magyar tamburazenekari megszólalást fogjuk feleleveníteni a múlt század nagyjából közepe tájáról. Tehát itt ezen a vidéken akkoriban mindenfelé tamburazenekarok muzsikáltak, és mi is itt az elmúlt 9 évben ezért vagyunk, és szeretünk muzsikálni, hogy ezt így tovább vigyük. És ma a mai koncerten ezt fogjuk újra föleleveníteni, és itt előadni. Illetve egy kis kitérés lesz, mert Szlavóniából is fogunk egy kicsikét muzsikálni. A tambura zenekar koncertjének az Adai Vadvirág Hagyományápoló Kör Székháza adott otthont. Nagyon örülünk, hogy mi adhatunk otthont a Pendergő koncertnek, hiszen régi barátaink és ismerőseink, és tulajdonképpen a tagok közül néhányan a Vadvirág tagjai is voltak. Ma már nem, de hát nagyon szívesen jönnek vissza. És az együttműködés konkrétan a zenekarral, az már régi történet. A Pendergő Tambura zenekar koncertjeinek hatására az adai gyerekek közül többen kedvet kaptak a hangszer megismerésére. A Vadvirág által szervezett nyári táborokban, a zenekar tagjai közül pedig többen is oktatják a kisdiákokat. Tette hozzá Varga Lívia. Magyar Kanizsán megtartották a 31. Euro Show Dance Fesztivált. A táncversenyre korosztályi megkötöttség nélkül a modern tánc minden stílusában lehetett jelentkezni. Több mint 1000 táncos mutatkozott be pénteken és szombaton a Magyar Kanizsai Gyógyfürdő Sportcsarnokában megrendezett versenyen. A művészi kategóriában dance show, fantasy show, modern jazz, a street, azaz az utcai táncok kategóriájában funky, disco dance, hip-hop és más produkciók versenyeztek. A táncfesztivált 31 évvel ezelőtt kezdtük el megszervezni, annak az apropójára, hogy az iskolákban, óvodákban szinte minden osztály készített valami műsort a nőnapra, és az volt az elképzelésünk, hogy ezeket a produkciókat összehozzuk egy helyre. A fesztivál folyamatosan fejlődik. Az első táncfesztiválra 300-an, az ideire már 1200-an neveztek be. A zsűri idén összesen 364 produkciót értékelt. A tánc, mint bármilyen sport, azt valahogy ki lehet edzeni, de maga a pedagógia része az, hogy megtanítsuk a gyerekeket, hogy fair play legyenek, hogy legyen respekt közöttük, hogy erősen nyomják a versenyeken, hogy ha utolsók, akkor onnan is lehet tanulni, hogy ha elsők, akkor tovább menni, hogy minden része ennek nagyon fontos. Idén Szerbiából, Magyarországról, Bulgáriából és Romániából is érkeztek versenyzők. Nem sikerült a címvédés, Piros Zsombor kikapott a spliti tenisztorna döntőjében. Az első helyen kiemelt magyar játékost 3 szedben 6-4-5-7-7-5 arányban verte a szlovák Jozef Kovalik. A salakpályás Challenger tenisztorna vasárnapi döntője 2 óra 36 percig tartott. A híradó pedig eddig érkeznek még egyszer a nap fontosabb hírei címszavakban. Újabb feszültség a Közel-Keleten. Irán drón és rakétatámadást indított Izrael ellen. Porzik a határvajdaságban, elsőért imádkoznak a gazdák. Berobbant a turista szezon Palicson, sokan töltötték a tóparton a vasárnapjukat. Több mint 1000 táncos mérte össze tudását a 31. Euro Show Dance Fesztiválon Magyar Kanizsán.
Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha még több hírt olvasnának, keressék fel a pannon.rtv.com-ot. Folytassák velünk az estét. A viszontlátásra!